Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a The Home Bar következő adásában. Nagyon köszönöm, hogy az első részt ennyien megnéztétek. Remélem készítettetek jó néhány finom forró csokit a receptek alapján. Mielőtt belecsapunk az eheti koktélokba, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, illetve lájkolni a Facebook oldalt. Ha ezt megteszitek, mindig értesülhettek az új részekről, ami terveim szerint mostantól hetente fognak felkerülni. A mai adásban három koktélreceptet hoztam, mind a három whisky alapú lesz. Ezzel azt szeretném megmutatni, hogy néhány apró összetevő kicserélésével mennyire új ízeket tudunk egy-egy italból elővarázsolni. Fogadjátok szeretettel! A mai első koktélunk az Old Fashion lesz, egy igazi klasszikus. Az 1800-as évek elején a koktélok viszonylag egyszerűek voltak, csak néhány alapanyagból készültek, és ezeket keverték össze. 1850 környékén viszont egyre jobban divatba jöttek az ilyen nagyon sok összetevős, nagyon bonyolult, nagyon komplex italok. Azonban, akik a régebbi italokat szerették, azok hiányolták ezeket az egyszerűbb italokat. A legendák szerint így jött létre az Old Fashioned. Amerikában, Kentuckyban, Louisville-ben a Pendennis Club vallotta magának ezt a koktélt, azt mondták, hogy az ő bartenderük készítette ezt el először, de később ezt megcáfolták, mivel hogy a klub 1881-ben alakult, viszont a koktélról már 1880-ban említést tett egy újság. Későbbiekben is fogjátok látni, hogy ezek a koktél legendák, ezek nagyon-nagyon eltérőek lehetnek, nagyon-nagyon sok verziójuk van. Ennek ellenére Louisville 2015 óta azt mondja, hogy az Old Fashioned az ő városuknak a hivatalos koktélja, illetve minden év júniusában egy kéthetes fesztivált is tartanak ennek a koktélnak a tiszteletére, illetve június 14 az Old Fashioned Day Louisville-ben. Ehhez a koktélhoz mindössze három összetevőre lesz szükségünk, amit egy keverő pohárban fogunk összekeverni. Az első összetevőnk, de meg is állnék, ez az angostura bitter, az angostura keserű. A keserűk azok olyanok a bartendereknek vagy az italkészítőknek, mint a szakácsoknak a só és a bors. Ezek nagyon magas alkoholtartalommal bírnak, önmagukban nem is fogyasztjuk őket, viszont rengeteg gyógynövényt áztatnak ezekben az erőszeszes italokban, és egy ilyen nagyon komplex, nagyon sokféle íz előidéző ital lesz a végeredmény. Az angostura keserűt 1824-ben egy német orvos találta ki Venezuelában, és ezzel gyógyította a katonáknak a gyomorpanaszait. Akkor a sikere volt, hogy 1830-ban egy lepárló üzemet is épített, majd amikor később máshol is elkezdték a jótékony hatásait felismerni ennek a receptnek, az üzem 1875-ben Trinidadba költözött, és azóta is gyártják az angostura keserűket. Ez egy rum alapú keserű, rengeteg gyógynövény van benne, kicsit több mint 44%-os az alkohol tartalma. Ezekből nem is szoktunk sokat használni, az Old Fashionedhöz is mindössze 3 ilyen kis löttyintésnyit adunk. Ez ízlés szerint mindenkinél változhat, szerintem körülbelül ez a megfelelő arány, hogyha egy ilyen kiegyensúlyozott koktélt szeretnénk. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a keverőpohárba először rakjunk jeget és utána a hozzávalókat, vagy pedig fordítva. Én azért szoktam először a hozzávalókat belerakni, mert onnantól kezdve, hogy belerakom a jeget, az a jég onnantól kezdve elkezd olvadni, és onnantól kezdve ketyeg az óra. Így viszont van időm egy csomót beszélni hozzátok. A második összetevőnk nem más, mint cukorszirup. Ezt a cukorszirupot én készítettem, egy rész vízhez, két rész sima kristálycukrot adtam, ezt melegítettem, amíg el nem olvadt az összes cukor, és ezt a cukorszirupot tudjuk sokféle koktélhoz használni. Az eredeti recept alapján kocka cukorra kellett volna önteni ezt az angostura keserűt, majd pedig azt kevergetni a whiskyvel addig, amíg el nem olvad az összes cukor, ez megegyszerűsíti a dolgunkat. Ebből 20 ml-t fogunk az italba önteni. Harmadik összetevőnk pedig nem más, mint egy bourbon whisky. Bourbon whiskyket Amerikában készítik, minimum 51%-os kukorica tartalommal, illetve új, belülről kiégetett töltyfahordókban érlelik több évig őket. Ebből 60 ml-t fogunk az italhoz önteni. Ezután pedig hozzáadjuk a jeget. Ezután pedig nincs más dolgunk, mint keverni ezt az italt. Azt szokták mondani, hogy a csendes keverés a jó keverés, hiszen nem az a célunk, hogy nagyon sok levegőt adjunk az italhoz, csak az, hogy egyrészt hűtsük,
másrészt pedig egy kicsit oldjunk bele ebből a vízből, ami a jégben van. Érdemes a készítés közben néha-néha megkóstolni, hogy is áll az italunk, és beállítani arra a szintre, ami nekünk a legjobban ízlik. És ez már jó is lesz. Ezután előveszük a poharat, amelybe egy jó nagy jégkockát, vagy az esetemben jéggolyót rakunk. És a keverő pohárba szűrjük az italt. Díszítéshez a narancsból vágunk egy szeletet, a héjából. Cél az, hogy minél kevesebb legyen benne ebből a fehér részből, hiszen ez keserű lesz, ha tudjuk, akkor még vágjunk ki belőle. És a narancs héjából egy kis illóolajat tudunk a koktélunk tetejére locsolni. Ezzel adunk neki egy kis aromát, illetve majd amikor a szánkhoz emeljük, akkor egy nagyon kellemes illatot is fog gerjeszteni. Kedves egészségetekre, elkészült az Old Fashion. A második italunk a Whisky Sour lesz, ami szintén csak néhány hozzávalóból áll, viszont egy teljesen más ízvilágot fog képviselni. Ez is egy viszonylag régi ital, hiszen már 1870-ben egy wisconsini újság említést tett róla, most pedig mi is elkészítjük. Ez az ital shakerben fog készülni. Szükségünk lesz 60 ml bourbon whiskyre. Természetesen ezeket a recepteket másfajta whiskykel is ki lehet próbálni. Teljesen más eredményt fogunk kapni. Szükségünk lesz 30 ml frissen facsart citromlére. Ezen kívül 20 ml cukorszirupot adunk az italhoz. Majd pedig egy tojásnak a fehérjét. Ha nem szeretnénk tojásfehérjével dolgozni, ez kihagyható, viszont ettől a tojásfehérjétől egy ilyen nagyon sejmes, nagyon krémes textúrája lesz az italunknak. Későbbi adásokban majd el fogom mesélni, hogy ez növényi alapanyagokkal is helyettesíthető a tojásfehérje, de erről majd később. Fontos, hogy azokat az italokat, amikbe tojásfehérjét rakunk, először jég nélkül rázzuk össze. Egyrészt azért, mert a tojásfehérje szobahőmérsékleten sokkal szebb habot tud eredményezni, másfelől viszont a koktél többi összetevőjével sokkal könnyebben fog így elegyedni. Néhány másodperc ilyen száraz shake. Már is látjuk, hogy milyen szép krémes habos. Ezután hozzáadjuk a jeget. Elővesszük a lehűtött poharat, és dupla szűréssel fogjuk a pohárba önteni a keveréket, hogy a letörő apró kis jégdarabok ne zavarják meg az ital fogyasztását. Díszítésnek citrom héjából vágunk egy lehetőleg minél hosszabb darabot. Citromnak a illóolajait szintén az italra spricceljük. Adunk neki egy kis formát.
elkészült a Whisky Sour, kedves egészségetekre! A harmadik italunk egy Whisky Highball lesz, ami egy kicsit újabb ital. A highballok családjába tartozik, a highballok általában valamilyen erősebb alap szeszből állnak, amit higítunk valamilyen csekély alkoholtartalmú vagy teljesen alkoholmentes itallal. Mai napon ez lesz a legegyszerűbb ital az elkészítés szempontjából, hiszen nem kell keverni, nem kell rázni, ezt ebben a pohárban fogjuk felépíteni, amiből fogyasztani is fogjuk. Poharat töltsük fel jéggel. Ehhez az italhoz lecseréltem a whiskynket egy scotchra, ez egy skót whiskyre. Én úgy gondolom, hogy ehhez az ital sokkal jobban illik ez, de természetesen más whiskyvel is meg lehet próbálni. Ehhez az italhoz is 60 ml-re lesz szükség a whiskyből, ezt ráöntjük a jégre. Majd pedig gyömbérsört fogunk hozzá önteni. Nagyon óvatosan keverjük el, hogy a szénsavat ne keverjük ki belőle, de a whisky mégis elegyedjen a gyömbérsörrel. Még egy kicsi jeget rakhatunk rá. Díszítésnek lime-ból vágunk hozzá egy twistet. Kedves egészségetekre, elkészült a Whisky Highball. Köszönöm, hogy ma is velem és a The Home Barral tartottatok. Remélem tetszett a mai adás is, és kaptatok néhány ötletet. Azt is remélem, hogy látszik, hogy mindössze néhány hozzávalóval is elkezdhetünk otthon kevert italokat készíteni. A következő héten újra klasszikus koktélokat fogok nektek hozni, azonban hamarosan jelentkezek majd olyanokkal is, amikkel még biztosan nem találkoztatok máshol. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, illetve dobni egy lájkot a Facebook oldalra. Ha van kedvetek, kommentben osszátok meg velem, hogy melyik volt a kedvenc koktélotok a mostani három közül, illetve melyikek azok a koktélok, amiket szívesen látnátok a The Home Barban. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, találkozunk jövő héten, sziasztok!